Legenda az ezerarcú lélekről Következik a messiás születésétől számított 1943. az általunk használt új időszámítás első esztendeinek rövid evangéliuma úgy, ahogy azt közönségesen tudjuk mindazok, akik ebben az évben élünk és tanúi voltunk, szemünkkel láttuk és fülünkkel hallottuk, kezünkkel tapintottuk őt, az ő ezer formájában. Kurt József. Egyes. Megnéz az óráját, június 24-én délután fél három volt, mikor elkészült. A laboratórium elsötétített ablakai mögött villany égett, eloltotta, s kitárt az ablak redőnyeit. A továbbiakhoz már nem kellett mesterséges fény. Nyári nap sárga nyalábjai omlottak be a széles ablakon. Körülnézett, a műszerek nyugodtan álltak az asztalon, álltak és vártak. Autók berregése hallatszott fel az utcáról, egy rikkans gyerek a Lamans csatornán tíz nap óta dübörgő tengeri ütközet eddigi eredményeit üvöltötte. Ekkor halványan elmosolyodott. Át egy percig tűnődött, majd eszébe jutott, amit még tennie kell. Papírlapot vett elő és olvasható nagybetűkkel írta fel rá azt a néhány sort, amit ma Londonban őriznek a British múzeumban. Ezt a holttestet a Vasszéken Telma Titusznak hívták, az Élettan Doktora volt és a Hágai Egyetem Magántanára. Régi zsidó családból származott, Erős, egészséges test volt, 33 évig használtam, jól tartott, keveset kellett reparálni, meg voltam vele elégedve. Most már alig, ha öltöm magamra, a becsületes megtalálónak adom, tegyél emlékül. Felszerelésemet, az egész laboratóriumot adják tanítványomnak. Kurt Józsefnek, akit kísérleteim eredményének lejegyzésével megbíztam. Különben lehet, hogy ezekben az ügyekben magam fogok intézkedni. A töltő tollat még becsukta és letette az asztalra. Aztán nagyot, egy sóhajtott. Még egyszer megnézte a vezetékeket, a sarokban álló csontvázat az ablak felé fordította, és megerősítette rajta a vezeték csapját. A delta sugarak korongját megpörgette, lila fény villant fel a bonyolult görebekben, és egyhangú zúgás indult meg. Készen volt, levetette fehér munkaköpenyét, a tört a kis asztalra helyezte és a vas székbe leült. Lábára erősítette a szerén lemezeket, vigyázva, hogy testét érintse a vezeték. Merően nézett az ablakra, fütyörészett, aztán behunyta a szemét. Behunyt szemmel fogta meg a tört, két kezébe szorította markolatát, és egyetlen izmos mozdulattal döfte be szívébe, és ugyanígy kirántotta. Ekkor ismét kintotta a szemét, és elégedetten biccentett, látva, hogy másfél méteres sugárban szökkent ki a forró vér. Jól talált, egyenesen a bal kamrába. Eldobta a tört, és visszahanyatlott, érezte, hogy merevedik most meg, kintotta a száját, magában számlács, mi csak bírta, figyelte a vérsugarat, tizenkilencig jutott a számolásban, akkor abbahagyta, mert szeme üveges lett, és érezte, hogy gégéje görcsbe fut össze. A lila fény pedig zöldesbe fakadt a görebekben, és hangosan zúgott. Telmatitus utolsót vonaglott, s kinyúlt a széken. És ekkor, mint meg írva, megmozdult a csontváz a sarokban, előre lépett, és kopogó karját hajtogatva és recsegtetve kikapcsolta a vezetéket. Nyújtózkodott, ügyetlenül botorkált a műszerek közt, a holttest fölé hajolt, és kíváncsian tapogatta. Majd ismét megállt, az ablakhoz közel, sporhat fogai közül süket hangot adott. Aztán megrázta a koponyáját, mint egy maga elé, hogy így nem jól megy. Hirtelen, mint akinek eszébe jutott, az ablak párkányához lépett, ott, ahol feküdt a két préselt orgona, amit oda odakészített mereven rájuk nézett, és lassan megmerevedett ő maga is, úgy maradt az ablaknál, az egyik orgona pedig duzzadni kezdett, felágaskodott a párkányon, és édes organa illat áradt. Odahajolt a deszkadoboz fölé, melyben az előre odakészített döglött patkány hevert szétterpesztett lábaival. A patkány megrázkódott, fetrengett néhányat a hátán, hasára fordult, és cincogva kifutott a dobozból, át a párkányon, le a csatornán. Az utcán körülnézett, átiranott a túlsó oldalra, és eltűnt egy kapu alatt. Most csendes lett a laboratórium. A delta sugár lilanyalábja zúgott még, egyre halkabban, aztán ez a hang is elhalt. Kettes. A kolmi ütközetről szóló legelső riportokból körülbelül a következőket lehetett röviden rekonstruálni. Strogoff zászlósa nevető, aki hónapok múlva a kihallgatáson először jelentette hivatalosan a történteket, vallomása szerint már három vagy négy napja hallott beszélni a dologról, közlegények adták tovább, de természetesen ügyet se vetett a mesékre, a szláv fantázia megszokott agyrémeit látta bennük. Az éjszakai ütközetet megelőző este kis haditanácsot tartott a tisztikar, s kiadták a parancsot, hogy a sötétség beáltával, holdas éjszaka így érkezett, lehetőség szerint észrevétlenül előre csúsznak az ellenséges állásokig, és rajta a katonákon. A programnak csak az első fele sikerült, hallgatózó őrök felverték a legénységet, és az első rajvonalat heves tűz fogadta. Az a szakasz, amelyeket maga a zászlós vezényelt nem bocsátkozott kézitusába, hanem 100-150 lépésnyi távolságból egy sövény mögül vívta az ellenséges árkot. A holdfényben tökéletes tisztasággal lehetett látni a legapróbb részleteket. Negyed óráig tartó heves tüzelés után a szakaszból több sebesült vászorgott vissza, és három halottat jelentettek, az egyik néhány lépésnyire hevert a zászlóstól. Ekkor az ellenséges árokból egy felnyúlt ki, majd egy egész alak. Kimászott a cementfal párkányára, leugrott, és nyugodtan megindult feléjük. Ő az első pillanatban azt hitte, hogy azok a parlamentert küldenek, de a katona nem integetett és nem hozott zászlót. Mikor közelebb jött, minnyája látták, hogy fegyver van nála. Az út felé megállt, és cigarettára gyűjtött. Strokov zászlós abban a hitben, hogy őrült el van dolguk, ezek az esetek nagyon gyakoriak, vallomása szerint szót is a mellette fekvő altisznek, hogy ne lőjenek rá, de a távolabb dolgozó katonák közben élénken pufogtattak a bolondra. Úgy látszik, nem talált a golyó, mert egészen a sövény jött előre, tőle 8-10 lépésnyire állt akkor, és az arca is feléje volt fordulva. Közönséges parasztbaka a fej volt, ami egy százával lát az ember. Durva vonások, apró disznó szemek. A tüzelés egy pillanatnyira született, ekkor meglepetve ágaskodott fel néhány közlegény. Az ellenséges katona feléje tartott, ő annyira meg volt lepetve, hogy csak akkor kapott a revolveréhez, míg a katona már ott állt, közvetlenül mellette, rátámaszkodva a sövény másik oldalára. Ekkor ő is feltérdelt, és revolverét Amannak szegezte. A baka nyugodtan fogta fegyverét, és hibátlan franciasággal, udvarias és nyugodt hangon megkérdezte, hogy ő-e ennek a szakasznak a parancsnoka. Hogy ámulatában nem tudott válaszolni, bár maga is jól beszél a franciául, a baka bátorító kézmozdulatot tett, és szóró szóra a következőket mondta. Zászlós úr, szedje össze embereit, vonuljon vissza, és jelentse, hogy Telma Titus felszólította az itt harcoló orosz hadtestet, üritse ki azonnal hadállásait, rakja le fegyverét és szállásolja el magát kolmban. Strokov zászlós, most már meggyőződve róla, hogy bolonddal van dolga, ekkor még mindig nem használta a revolverét, hanem intette mellette heverő altisznek, hogy fegyverezze le az őrültet. A káplár nem nagy barátja teketóriának, puskáját megfordítva ugrott egyet előre, és válba kólintotta, a baka láthatóan megrendült, és a következő pillanatban azonban pisztolyt látott, és egyetlen lövéssel leterítette az ő káplárját, aki előtte bukott le a sövény mellé. Ekkor végre felocsúdott a zászlós, nagyon kiemelkedni nem lehetett, mert odaátról hevesen tüzeltek, csak karját dugta ki, megragadta az őrültet és lerántotta a sövényre. Egyidejűen, fejének tartva a revolvert, elsütötte. Bizonyos benne, hogy jól talált, mert az őrült élettelenül rogyott le azonnal. És itt Strogov zászlós először jegyzi meg a lila lángot, azt mondja, egy pillanattal utóbb látta, a baka feje fölött olyan volt, mint egy villamos kisülés, talán sziszegett is. Ezt különben nem állítja határozottan annyi bizonyos, hogy a következő pillanatban ugyanez a lila láng megjelent az előtte heverő káplán fején is. Az ő lelőtt káplárja felugrott, és arccal feléje fordult. Ő először persze úgy vette, hogy a káplár nem halt meg, talán meg se sebesült, csak cserből vágódott hanyat. Becsületére állítja, hogy ugyanaz a káplár volt, a jól ismert arcát látta, fölötte az ő legénységű sapkájával. Azt kellett hinnie, hogy álmodik, amiről a káplár szájából ugyanazzal a franciasággal, csak mélyebb hangon szólalt ugyanaz az őrület. Ne bolondozzon, zászlós úr, nem vagyok tréfás kedvemben. Elég volt az öldöklésből. Takarodjék vissza, és jelentse, hogy Telma Titus megérkezett abban a hitben, hogy az ő káplárja is megőrült, de már maga is közel az őrülethez, Strogov zászlós csitítani próbált az embert, de az egészen közel jött, és megfogta az ő kabát Nem érti, amit mondok, szólt határozottan. Ekkor dühében és kétségbeesésében hangosan kiáltott, egy páran a közelheverő katonák közül felugrottak, és bugdácsolva lesúnyt fejjel oda csődültek. Fogjátok le, lőjétek le! lihegte a zászlós, és próbálta ellökni magától a káplárt. Néhányan rá is vetették magukat, a káplár két kézzel löpdöste magáról a legényeket, és közben ezt többen állítják, hahotázott, mint mikor valaki csiklandoznak. Az egyik katona a bajon lekapta a fegyveréről, és melbe a káplárt. A káplár térdre, aztán arcra bukott. Most néhány pillanatig lihegve és vadul álltak mindannyian, néhányan visszahúzódtak, de már ekkor mindenki érezte, hogy ezzel még nincs vége a dolognak, és hogy itt valami álomszerű varázslat dühöng. A lila láng újból megjelent, ugrált, egy pillanat múlva zászlós leesett, valaki gáncsot vetett neki. Felpillantva az ellenséges baka állt fölötte, nevetett, és az öklét mutogatta. Tisztán látta a fejét, a homlokából vér csurgott, abból a sebből, amit két perccel ezelőtt ő maga ütött rajta, revolverével ami ezután következett, arra úgy emlékszik, mint valami őrületes lázálomra, mint valami illusztrációra, amint holmi tébolyodott futurista festő Dante Poklát elképzeli, ferde és kancsal vonalakban torz mozdulatok között. Néhányan hangosan kiáltoztak, békaugrásukban ott termett két katona, lövöldöztek az ellenséges bakára, aki az egyiket leszúrta. A másik őt ütötte fejbe, a baka leesett, de abban a perzben felállt a másik, akit leszúrt, és pajtásának esve lerántotta földre. Közben kattogva muzsikált túlnan a gépfegyver, a katonák elveszítették a fejüket, felálltak... Csomóba gomolyodtak, öt, tíz, tizenöt elesett, egy halott legurult a lejtőn, de rögtön felugrott helyette egy másik, nekirontott az élőknek, szurkálni kezdett. A lilalánk hol itt, hol ott villant fel, és reket kacagás hallatszott, hol mély, hol magas fejhangon, a legfurcsább pedig az volt, hogy a katonák egymással verekedtek, tépték és marcangolták egymást. Néha harminca nekiestek egynek, tussal verték a fejét, torkába haraptak, kitépték a karját, a fején tapostak, szétnyomták, mint egy bogarat, de már a következő percben más helyen gomolyogtak össze, ugyanígy egy másik fölött, aki hátulról nekiugrott, és nyakszíten szúrta azt, akivel még előbb véres szájjal és acsarkodva együtt tépett egy harmadikat. Aztán hugatás és hörgés, sikongatás, a gépfegyver hangja erősbödött, nagy fekete foltok potyogtak szerte, a gomoly szétnyílt, szétteült, és fegyvert csákot dobálva rohant lefelé a lejtőn, aki még élt. Túlnan pedig az árokból szabályos vonalban emelkedett ki az ellenséges raj, hurrá, hurrá, zengett messziről, és az egész kacskaringós, földszürke kígyó megindult feléjük. Ezt már úgy látta, mintha valahonnan a magasból nézné. Az egész dolog olyan formán hatott, hónapok múlva magához térve a kórházban mondotta így, még mindig fuldokolva a nevetés görcsében, mint a valami képtelen bábszínház ugrálna a szeme előtt, merev drótbabákkal, babákkal, amik elesnek, megint fölállnak, leszakad a fejük, levegőbe ugorva tovább verekszenek, Tízesével eltűnnek a sűjesztőben, hogy fejjel lefelé és torsz fintorokat vágva, kezek és lábak nélkül újból leugráljanak a zsinórpadlásról. Arról tud még, hogy példátlanul tréfás érzés volt, és ekkor kezdett el hahotázni és kacagni, ahogy csak gyermekkorában kacagott. Aztán elájult. Hármas. Érdekes, hogy még a kolmi visszavonulás után is alig volt, aki itt volna Telmatitus létezésében. Az igaz, hogy a hivatalos körök makacsul tartózkodtak attól, hogy bizonyos kézenfekvő tényeket elismerjenek. A harmadik hadtest valóban kiürítette állásait, és új védelmi vonalra húzódott vissza kol mögött. De a hivatalos jelentések csak a megszokott stratégiai terminusokban számoltak be a visszavonulás okairól. A lapok zavaros cikkeiből semmit megérteni nem lehetett, a szemtanúk szavaiból pedig nem volt mód kiokoskodni. Rengeteg ember esküdött rá, hogy látta Telma Tituszt és beszélt vele, de mindegyik homlok egyenest különböző személyreírást adott. Márpedig a tömeg fantáziája, egy névről lévén szó, csak egy szemében tudta volna ezt a nevet érzékelni. A haditudósítók jelentései ilyen címek alatt, a kolmi pánik vagy a kolmi tömegőrület hóbortos agyrémek leírásának tűntek, zavaros dulakodásokról volt szó, váratlanul megfutamodott tömegekről és Telma Titus mindenütt ott volt, és mindenütt másképpen. Hol egy pap állította magáról, hogy ő az, hol valami öreg ember, hol egy tiszt, hol olyan emberek, akik nem tudták igazolni magukat. Legsikeresebben látszólag az idegorvosok próbálták megoldani a problémát, a felfogásuk sokáig tartotta magát. Egy új idegbetegségről van szó, egyszerűen mondták, és fölényesen legyintettek, és fölényesen mosolyogtak a zavaros és rémült kombinációkon. A természetben nincsen ugrálás, és a tudomány nem ismert csodát. Az emberek zaklatott életmódja teremtett ezt az új betegséget, sőt, még csak nem is új dolog, e fajta tömeghiszéria gyakran előfordult már. A telmaizmus vagy telmamánia sokáig divatos orvosi műszonként közszerepelt, idegorvosok rengeteg adatot hoztak fel, hogy a legkülönbözőbb társadalmi osztály egyedeiben milyen diszpozíciók mellett és milyen tünetek között lép fel ez a betegség. A varsói tébolydában legalább nyolc ízben kezeltek ilyen beteget, mind a nyolc meghalt, megölte magát, de Telma Titus élt. Aztán valaki kisütötte, hogy a spiritista társaságok misztifikációjáról van szó. Ez az elmélet homályosabb, de talán éppen ezért tetszetősebb volt abban az időben, bizonyos amerikai tudósok kísérletei következtében éppen megint aktuális volt a spiritizmus. Az inkarnáció, a materializáció fogalmak népszerűbbek voltak, mint valaha, és tagadhatatlan, hogy Telma Titus elejtett szavaiból e fajta célzások sem hiányoztak közel feküdt a feltevés, hogy Amerika propagandát akar csinálni holmi új vallásnak, amit könnyebben összeegyeztethet nemzetközi politikájával, mint az óvilág humanista kereszténységét. Amerika kiátozták a szabadkőművesek, ki akarja bérelni és meg akarja folytani Európát. Nem csak búzáját és marháját tukmája reánk, nem elégszik meg vele, hogy kisajátítsa a muníció szállítást, méregpoharat adjon a kezünkbe, hogy megöljük magunkat, és tegyük meg őt általános örökösnek. Most már a vallást is ő akarja nekünk szállítani. Gonosz, álszent hitet, mely azt szuggerálja nekünk, hogy mondjunk le az életről, mert nem vesztünk vele semmit. Mindennek persze varázsütések kellett elmúlnia, mikor október 31-én évfordulóján, a ma nevezetes napnak, mikor Luther Márton a Wittenbergi Székesegyház falára a reformáció 95 tételét kiakasztotta, megjelent Telma Titus 50 pontban összefoglalt kiátványa a londoni parlament kapuján. Mindenki ismeri a pontok tartalmát. Az általános rész után, mely az egyén jelentőségéről, a szabadnak született ember jogairól szól, s néhány meglepően egyszerű érvel kimutatja, hogy milyen gyermekes és mégis rettentő tévedés áldozata tömeg, mely pedig csupa egyénből áll, Telma Titus felszólítja a kormányok képviselőit, hogy Antwerpenben gyűjjenek össze konferenciára, ahol megfelelő alakban meg fog jelenni közöttük. Ezután nem lázadó gyűlölettel, de szelíd és nyugodt határozottsággal, név szerint megnevezi azokat a férfiakat, akik jól ismeri a tömeg halálos szenvedését, de gonoszságból vagy ostobaságból még inkább taszítják az örvény felé. Ezeket felszólítja, hogy haladéktalanul hagyják el azokat az állásokat, mely nékik végrehajtó hatalmat biztosít, mert különben én, Telma Titus, fűben és fában, kőben, élőkben és halottakban kénytelen vagyok kiirtani őket. Az egész elaborátum ama művek elemi erejével hatott, melynek hatását az adja, hogy a bennük foglalt gondolatokat mindenki gondolta már, és mindenki tudta, csak valami csodálatos gátlás miatt senki nem mondta még ki, illetve senki nem vette észre, hogy ezt ki lehet mondani, abban a hitben, hogy ezt más nem értené meg. A rendőrség persze nem sokat elmélkedett a kiáltvány irodalmi értékén. Nyilvánvalónak tetszett, hogy egy anarchista társaság dolgozik, a kiáltvány két héten át minden nap megjelent a kapun, minden ellenőrzés hiába valónak bizonyult. Először egy munkás ragasztotta ki, áttörve a rendőrkordon, leütve egy két őrszemet, a munkás lecsukták, de aznap éjjel meghalt a börtönbe, és másnap egy öreg asszony jelent meg, akit szintén lecsuktak. A Telma Mánia különben kitört az őrség között, volt eset, hogy maga kirendett katona ragasztotta ki a kiáltványt. Az őrség nagy részét ideklinikára és tébolydába kellett szállítani, mert képtelen agyrémeket fecsegtek, az egyik látta, hogy egy varjú szállt le a kapura, csőrében a kiáltványjal, ő rálőtt, a varjú leesett, de már néhány perc múlva ott termette egy másik. Így álltak a dolgok, mikor november harmadikán az emlékezetes hármas merénylet bekövetkezett. A kiáltványban proskribált egyik államférfit egy munkás ölte meg, a másik kettőt egy és ugyanaz a katona. Mindhárom Telma titusznak vallotta magát, kettőt kivégeztek, a harmadik elmenekült. Ebben az időben olyan volt már a hangulat, hogy csak halálos fenyegetéssel lehetett rábírni a zsoldos katonákhoz, vagy bárkit, akit használni kellett, hogy részt vegyen bármiféle állami rendszabály végrehajtásában, mely a Telma ügyjel valamiképpen összefüggött. Négyes. Az elnök úrral akar beszélni, mondta titkár a kabinetiroda főnöke még mindig nem értette. Az Egyesült Államok elnökével akar beszélni. Hogy megy ez? Be van jelentve a látogatás? Kaptunk mi értesítést? A titkára vállát vonogatta. Igen nagy zavar kínlódott az arcán. Hát mi az? Ki az? sürgette türelmetlenül a főnök. Az ördög vigye el, tört ki kétségbe esetten a titkár. Ha nem tudnám, hogy Lincoln minisztert három hete meggyilkolták, hát azt mondanám, hogy ő az. Maga megvolandult Nézze meg a főnök úr. Hm, majd átmegyek. A hal egyik bőrpamlagán ott ült az az ember, aki beszélni akart az Egyesült Államok elnökével. A kabinet hírod a főnökke megdörzsölt a szemét, aztán erőködve nyitotta megint, az ördög játszik vele, hiszen ez Lincoln. Egy pillanatra tótágast át az esze, a másik pillanaton azt mondta magának, te számára persze, hiszen nem is ölték meg, ezt te csak úgy álmodtad. A harmadik pillanatban már előzékenyen mosolygott. Tudja már az elnök úr, hogy excellenciád a fehér házban van? Azt hiszem tudja, mosolygott nyugodtan Lincoln. Azonnal felismertem excellenciádat. Minden olyan gyorsan ment, mire az elnök úrnak telefonáltak, már egy titkár be is vezette a vendéget az ő dolgozó szobájába. A köztársaság elnöke föltette a szemüvegét, megint levette, aztán megint föltette. Aztán azt mondta, Dámnéd. Aztán elvörösödött. Aztán hátra csapta a fejét. Na, hát maguk furcsa vicceket csinálnak, Lincoln. Olyat hallottam már, hogy politikából elhallgatják. Szolimán halálát, viaszbábút mutatva a népnek, de hogy halálhírét keltsék, mikor még él, na, ebből valami nagy dolog lesz, beszéljen, Lincoln. Az idegen mosolygott. Nem Lincoln vagyok. Lincoln meghalt, mondta csendesen. Telma Titus beszél, elnök úr. Az elnök a nyakkendőjéhez nyúlt, azon babrált. Aztán hátrált az asztali, és ott keresgélt, szemüvege kancsalú csillogott az idegen felé. Jöjjön le, elnök úr, ne féljen! Legyintett a kezével, Látván az öregember eszketi ujját a csengő felé tapogatva: Adja el, ne hívjon be senkit! Minek a fölösleges verekedés? Elégben volt részem, fél év alatt elhiheti. Majd mutatok egy pár kunstot, azzal megelégszik, remélem. Aztán majd beszélhetünk. Lincoln, igazán magaz vagy. Hát nem értem. Kérem, üljön le, elnök úr, mindent meg fog érteni azonnal. Majd egy kis papírt vesz onnan az íróasztalról, és lejegyzi, amiket mondtam, amiket ma önnel beszélni fogok, igen, de nagyon kérem, hagyja azt a csengőt. És Lincoln szeme felvillant, hangja pedig bosszus lett, mert rosszul jár. Emlékszik a telma esetekre? Emlékezik Lincolnra, akinek az arcát is itt látja maga előtt. Az elnök levegő után kapkodott, kiáltani akart. Ah, ostoba ember. Hát nem érti, hogy engem nem lehet megölni? lincoln lehetett ide nézzen, s feltépe ingét mellét mutatta, milyen mély lyuk tátong. Ezt én csináltam, Telma Titus. Hát most válasszon, nincs időm. Akar-e meghallgatni, vagy fel akar fordulni maga is, mint a többi? Mégis képtelenség, hogy csak úgy higgyék el nékem az emberek, hogy megölhetem mindegyiket, ha igazán meg is ölöm mindegyiket. Az elnök leült. No várjon, mondta nyugodtabban Telmatitus. Most mutatok egy kunstot, hogy megnyugtassam. Gyerekek vagytok még mindig, csodát akartok látni. Felállt, a falhoz közeledett, egy kiterjesztett szárnyú Albatrosz kitömött teste ágaskodott álványán. Telmatitus kezével érintette, lila láng villant fel, az Albatrosz megrázkódott, és csapkodni kezdett szárnyaival. Hihetetlen, mondta Telma néhány perccel utóbb, mikor az elnök kicsit magához tért és figyelni tudott rá. Hihetetlen, mennyire nem látnak túl az orrukon a legkitűnőbb gondolkodók. Ugyanazt a megnyilatkozást tapasztalván különböző testekben nem jut eszükbe, hogy egységes okot keressenek. Fél éve bosszankodom a Telma vitákon, és várom, hogy akadjon valaki, aki megközelíti a valóságot. Nem, még mindig a tömeghisztériánál tartanak. Galileinek, Newtonnak, Voltának értelmesebb kortársai voltak elnök úr, mint nekem. Ön tátott szájjal mered rám, és kurtákat lélegzik elnök úr. Ez minden hatás, amit felfedezésemmel eddig is el tudtam érni. Nincs hát ember, aki álmélkodás helyett tenyerébe hajtsa homlokát, s néhány perc intenzíven gondolkodjék. Én, én gondolkodom, mondta az elnök, és tehetetlenül fordította ki tenyerét. De hogy gondolkodik? Kétségbe esetten kapkod gondolatok után, amik közt fölnevelték, amiket készen kapott, és persze nem talál köztük megfelelőt. Világ szemléletét csak az elején lehet kezdeni, mindenkinek újra kell kezdeni, ha meg akarja érteni a világot. Azt hiszi, Descartes ostobaságból vagy műveletlenségből kezdte a rendszerét ott ahol az önmaga létében is kételkedett? Vagy mert nem olvasott még elég bölcselkedést, melyiknek írója abban sem kételkedett, hogy a lét rejtélyét sikerült megoldania? Ha volt olyan művelt és okos ember, mint a ti materialista tudományatok nagyszerű oszlopai, a rángatózó békacomb láttán harminc vastag könyv jut eszébe a filológia tudósaitól, talán kisüti, hogy a békacomnak külön lelke van, és a mennydörgős mennykőt még ma is Isten nyilának nevezni a tudomány hála Istennek, elég naív és elég tehetséges volt ahhoz, hogy a saját fejét szedje elő, és eltűnődjön rajta, hogy a dolgok összefüggését nem csak lógrás szerint lehet megtalálni. Már kezdtétek sejteni, hogy a földgolyót mégsem elefánt tartja hátán, de a földön túli, a transzcendens, a metafizikus szavakkal épp oly könnyedén domálóztok, mint annak előtte. Hány milliószor mondtátok ki a lélek, meg az életerő szavakat, míg Telma Titus meg nem érkezett, hogy egy napon úgy álljon meg a e szavak előtt, mint Newton, aki 16 éves korában elkezdett csodálkozni egy almán, amit eleresztettek a levegőben, mire az alma habozás nélkül megindult egy bizonyos irányban. 6000 évig senki se csodálkozott ezen, mert valaki kitalált ezt a szót, hogy leesik, és 6000 éven át megnyugodva és örömmel, hogy nem kell tovább gondolkodnia, mindenki elégedetten bólintott, persze, leesik. Beszéltetek a lélek tulajdonságairól, szeretetről, vonzalomról, meg halhatatlanságról is beszéltetek, mert mégiscsak orrotokra csapott a hullaszag, s a rohadt hús még foszforeszkált is nagy nehezen rájöttetek hát, hogy itt mégiscsak van valami feltűnő is, valami, ami valamihez hasonlít. Pár ezer évig törtétek a fejeteket, és végre kisütöttétek az életenergia szót, és akkor megint megbékéltetek, mint aki jól végezte a dolgát. Aztán kezdtétek keresni, mint a szórakozott tanár, aki nem találja a szemüvegét, mert az orrán van. Hogy hol van, hogy hol van, az bizonyos, hogy valahol van. Itt járt pedig valahol kerekecske, gombocska, erre szaladt a nyulacska, így játszottatok a felboncolt hulla hátgerincén, persze, hogy erre szaladt, hiszen ott hagyta a nyomát, hőt, fényt, amit máshonnan volt szerencsétek már ismerni. De mindez mit sem ért, mert csak szemeteket és fületeket használtátok, és nem jöttetek rá, hogy a látottak és a hallottak után be kell hújni a szemet és a fület ahhoz, hogy az igazságot megismerjétek. Az igazság ugyanis belül van. Mert a vadember is látja, hogy a lecsapó villám éppen úgy felgyújtja a ház fedelét, mint ahogy ő gyújtja meg a rőzsét. De a villámot azért tovább is istennek tartja, és egy volta kellett hozzá, hogy eltűnődjön a rokon tüneteken. És egy új voltak kellett hozzá, hogy az életerőt, a lelket ott keresse, ahol hozzá lehet férni, saját magában. Ezt az erőt odakűnt a külső világban, csak más erőkre felbontva látom, mint a vadember a villám felbomlott erejét, fényt és hőt, mozdulatban, dinamikus hatásokban. A kérdés tehát az, van-e mód rá, hogy felbontatlan formájában kezembe kerüljön ez az erő, mert ha igen, közeget találhatok neki. Dolgozhatok és kísérletezhetek vele. Kocsiba foghatom és gépet hajthatok az ő erejével. És áthelyeztetem és megakadályoztathatom, hogy felbomoljon és szétszakadjon más erőkké, amit úgy hívunk halál. Minden, ami lehetséges, a természetben meg is van. Halvány és ködös primitív körvonalakban néha, de megvan. Csak fel kell ismerni a tünetek jelentőségét. Rendes körülmények között a halálban felbomlik a lélek, az életerő, de voltak már kivételes esetek, ahol egy ideig még a halál után is egészében megmaradt ez az erő. Ezekkel az esetekkel foglalkozott a spiritizmus, de persze merőben elhibázott szemlélettel, hibás rendszerrel magyarázta a tüneteket hóbortos, gyermekes legendákat szőt a letagadhatatlan jelenségek köré. Mert a materializáció, elnök úr, csak ugyan megtörtént néhányszor, már előttem is. Sajnos a spiritiszták megkótyakosodtak attól, amit láttak, svakmerűen kombináltak tovább, összezavarva empíriát, intuíciót, tudományt és hitet, mint az alkimisták hajdalában. De a zavaros, ostoba alkímiából kémia lett és a spiritizmus után el kellett következnie az új tudománynak, mindannak, amit a természet produkál itt a Földön, itt. A Földön vannak meg az eszközei, és nem lehet akadálya annak, hogy az ember megtalálja ezeket az eszközöket, és végrehajtsa velük tudattal és akarattal azt, amire a természet használja őket. Efelől nem is szabadott kételkedni, csak egy baj volt, hogy a lehetőségek végtelen sorozatában kutatva talán sok ezer évig kellett volna kísérleteznünk, míg a megfelelő eszközre rábukkan a kezünk. Ebből a szempontból tekintve elismerem, nem voltam magam se más, mint egy szerencsés alkimista, egy Schwarz Bertold, aki aranyat keresett és puskaport talált. Bevallom, a megtartható lélek teóriája később következett, mint ahogy mindig egy véletlen felfedezés előzte meg a tudományt. Enélkül talán ezer év múlva találkoztunk volna, elnök úr. A felfedezésről most nem beszélek. Engem most Ugye ez érthető, egyetlen dolog érdekel és foglalkoztat, az a konzekvencia, ami felfedezésemből és a bátran végrehajtott alkalmazásból rám következett, hogy íme élek, én vagyok az Telma Titus, most a meggyilkolt Lincoln miniszter testében, tegnap egy munkáséban, tegnap előtt egy lemészárolt katona agyában, holnap talán egy elhullott paripa testét öltve magamra, de mindenütt, kőben és fában én, én, Telma Titus, a megölhetetlen lélek, kinek érintésétől megmozdulnak a kövek, és a halottak feltámadnak. Elnök úr, felfedezésem jelentőségét még magam sem ismerem, mert nem próbálhattam még ki minden vonatkozásban, és minden más erővel szemben az én erőmet. Ehhez sok idő kell még. De egy már most magamban is bizonyos, fél év alatt elégszer bebizonyíthattam magamnak és másoknak az, hogy engem el nem pusztíthat, meg nem ölhet anyaszült ember vagy állat ezen a földön, és ön, az ember jog ismerője, jól tudja, mit jelent ez. Azt jelenti, hogy én viszont büntetlenül ölhetek meg, és pusztíthatok el bárkit, akit akarok. Több bizonyíték remélem nem kell. Mint amennyit eddig nyújtottam, gondoljon Kolmra, gondoljon londoni kiáltványomra, gondoljon Lincolnra és a többiekre. Telma Titus, mint ahogy szemeivel láthatta és füleivel hallhatta, nem tömegőrület és nem betegség, Telma egyetlen ember, aki testét úgy és annyiszor válthatja, mint ön az ingét, akit ha megölnek, annyi történt csak vele, mint a önről lerántották volna az inget. Mindezek után pedig, Látva a kézzel fogható tényeket, felteszem a kérdést elnök úr, hiszje vagy sem, értje vagy sem, amit elmondottam, sa ha igen, hajlandó-e tárgyalni velem. Ötös. Az elnök arcába visszatért a vér, és a szeme már mosolygott. Még reszketett kicsit a keze, de ez már a friss, egészséges izgalom volt, ami nagy politikai harcok, választások, ultimátumok, diplomáciai tárgyalások előtt jelentkezett nála. Hiszek, vagy nem hiszek mindebben, amit elmondott, hihetek-e vagy sem, az, kedves Lincoln, aki magát Telma Titusnak nevezi, lényegében mindegy. Amint hogy nem fontos az sem, hogy Isten is a megváltó létében hitte Konstantin, amikor Belátván, hogy az újtan hívei eléggé megszaporodtak ahhoz, hogy hadsereget lehet szervezni belőlük, igen okosan és helyesen és kitűnő államférfői ösztönnek engedve, felvette a keresztény hitet. Ön kedves Telma Titus, az exakt emberi tudás és megismerés katedrájáról alaposan megleckéztetett engem az imént, engedje meg, hogy én most a politika katedrájáról visszaadjam a leckét, és biztosítsam önt, hogy ehhez a kérdéshez ön épp oly kevéssé ért, mint én azokhoz az érdekes ismerettani problémákhoz, amiket fejtegetni szíves volt. Kérem, várjon, még nem fejeztem be, sejtem, mit akar mondani. Hogy ezt az állítást kockáztattam, az semmiképpen nem jelenti azt, mintha én lehetetlennek tartanám, amit ön közölt velem. Becsület szavamra állítom, azt sem tartom lehetetlennek, hogy ön maga Jézus Krisztus, vagy a hússá és vérré vált ige. De ez véleményemen keveset változtat, mert ha maga az Úristen állna itt előttem, hiteles okmányokkal igazolva személyazonosságát, akkor is azt mondanám, atyám, tisztellek és imádlak téged, de a politikához te nem értesz. Hogy a világot te teremtetted, azt elhiszem, ha be tudod bizonyítani, én ahhoz nem értek. De a politikához meg te nem értesz. Te, aki minden hatónak mondod magad, holott mindjárt mondok neked valamit, amit nem tudsz, csinyes, gonosz és hitetlen nem tudsz lenni. Nem az a fontos tehát, kedves Telma Titus, elhiszem-e a Telma kérdésnek ezt a bevallom, meglepő magyarázatát, hanem az, tudomásul veszem -e a tényeket, és mennyire becsülöm őket. Nos, már előre kijelentettem, hogy a tényeket igenis tudomásul veszem, jelentőségüket elismerem, amivel már feleltem is a kérdésre, hogy hajlandó vagyok-e tárgyalni önnel. Hát persze, hogy hajlandó vagyok. Mikor a telma úgy első híreit, megbízható leírásban nyugodt lehet, közölték velem. Magam is azt hittem, hogy múló zavarokról van szó, és az a fakír, aki ezeket a szemfényvesztő csodákat csinálja, majd csak visszamegy elő Indiába. De ami ezután következett, már kezdte sejtetni velem, hogy itt olyas valami indul, amit akarva, nem akarva, tudomásul kell majd vegyenek a hatalmak. És most, hogy saját szememmel látom azt, amiről ezer forrásból összevágó és megegyező jelentést kaptam, most kijelentetem önnek Telma Titusz, hogy nézetem szerint a kereszténység fellépése óta ilyen nagyszabású mozgalmat és változást nem tapasztalt az emberiség. Én nem tudom igazán, felfedezette-e ön valamit, vagy csak grandiózus hipnotizőre ön, nem is ez a fontos nekem. Én látom a megmozgatott tömegeket, amiket ön mozdított meg. Látom a fegyvereket, amiket a kezőkbe adhat, és elismerem, hogy a fegyverek ellen e percben még nem tudok védelmet. Látom ezt, és hajlandó vagyok önnel tárgyalni, mint ahogy Konstantin tárgyalt Krisztus papjaival. Hajlandó vagyok tárgyalni, és felszólítom önt közös megegyezésre és közös munkára, Telma és s ha ön szükségesnek látja a kiegyezés szempontjából, én természetesen felveszem a Telma hitet, s gondoskodni fogok róla, hogy ezt a hitet államvallássá tehessük idővel. Halljam hát az ön feltételeit. Telma Titus hosszas szünet után vontatottan kezdett el beszélni. Londoni kiáltványomat olvasta elnök úr, ismeri hát világnézetemet. Amit a politikáról beszélt, az engem nem érdekel. Az az érzés, amivel én az emberi fajtára gondolok, nem hasonlít politikához. De vallási vagy filozófiai erkölcshez sem hasonlít. Eze már túl vagyok. Amihez ez az érzés legközelebb áll, az valami, amit általában esztétikának neveznek, az nem. Ezen már túl vagyok. Amihez ez az érzés legközelebb áll, az valami, amit általában esztétikának neveznek, és aminek igen kevés szerepet adtak az emberiség sorsát mozgató tényezők között. Nagyon röviden elmondhatom az érzésemet. Én az életet szépnek tartom, elnök úr, a halált pedig csúnyának. Ennyi az egész. Az önök politikája, az önök filozófiája, az önök etikája mind a halál szolgálatában állott eddig. Nem a nagy tömegek sorsában felolvadó kristusi altruizmus az, ami engem, kivéletlenül adódott hatalmamnál fogva, gonosztevő és gyilkosa, épp úgy lehetnék az emberiségnek, mint megváltó és jótevője. Ami engem arról győzött meg, hogy az élet pártjára álljak, és kívánjam, hogy annyi ember éljen szépen és jól, amennyi csak tud. A lelkem összhangját és nyugalmát így találhatom csak meg, ennyi az egész. Kívánom hát az emberiség életét és boldogulását, és nem kívánok halált látni és pusztulást és visszafejlődést. Nem kívánom a háborút, elnök úr, mert jelenlétem teljesen fölöslegessé teszi. Most, hogy itt élek a földön, nem használhatják önök azt a hazug dogmát, hogy szükség van a háborúra, mert anélkül csak nagyobb nyomort és méltatlanságot cselekedne az önkény és a hatalmi erőszak. Itt vagyok én, egymagamban a gonoszság ellen, hogy ketté törjem erejét. Itt vagyok én, a rend és törvény, hogy biztosítsam a jók és okosak, szépek életét a csúnyák, rosszak és ostobák ellen. Nem vettétek még észre magatokban az ösztönt, mely nem csak a kártékony rovart pusztítja, de a csúnyát és undorítót is. A mirút és formátlan, annak épp, hogy kevéssé van jog az élethez, mint a rossznak és kártékonynak, ami különben egy is ugyanaz. Íme az én etikám. Nem kell háború, fölösleges. A megoldás nagyon egyszerű, elnök úr. Egész programomat majd az antwerpeni konferencián mondom el Önhöz, elnök úr, azért jöttem, hogy egyelőre ennyit közöljek. Amerika beszinteti a muníció szállítást, minden vonalon és haladék nélkül, s már elindult hajókat szikratávirójával visszarendeli, a felhalmozott anyagot megelőtt helyen elraktározza, és bevárja a továbbiakat. Hatos a muníció szállítás beszintetése nem érte meglepetésként a világot. Amerika diplomáciai okokkal védekezett és kereskedelmi szerződésekkel fedezte magát. Hivatalosan a telma kérdés nem szerepelt, egyetlen nyilatkozatban vagy szerződésben sem fordult elő a telma név. A hívők Kiknek ekkor már jelentékeny volt a számuk, maguk sem viselték a Telma nevet, megelégettek a parlamentben szentesített törvényel, mely türelmi alapon biztosította az új szekta érvényesülését, megvédte az üldözéstől, és megengedte, hogy tételeit szabadon terjessze. Az a lassú és közelről észrevehetetlen erjedés volt az, mely a világot gyökeresen átalakító eseményekre jellemző, s mely ma is folyamatban van még külső formájában, mintha nem is változott volna meg a világ. Maradtak az államformák, a társadalmi szerződések, minden úgy bonyolódott le, mintha meglevő törvények értelmében szükségszerű egymás utánban történnének az események, a világ tragédiájának Telma Tituszt elmés, és ügyes rendezők úgy elkasírozták, mint a egyike volna normális szereplőknek, maga is a végzett kezében, s ha a Telma Tituszt igazán létezett, fel kell tenni, hogy nem volt ellenére ez a rendezés, mert hiszen módjában lett volna tiltakozni ellene. Ilyen körülmények között simán és zöggenő nélkül folyt le az Antwerpeni konferencia, menek szükségességét bőségesen megokolták az arra való diplomaták. Az új név, Müller gróf neve, menek csengésére már a konferencia előtt gondosan előkészítették a füleket, ügyesen elsiklott a többi név között, és a jegyzőkönyvekből nem derült ki, hogy minden kérdésben ez az ember mondta ki a döntő szót, aki ezt a nevet viselte hivatalosan. A békekötést követő hágai szerződést persze már nem lehetett olyan formában feltüntetni, mint a nagyhatalmak már régen felkészültek volna erre, s egyöntetű felfogás előzte volna meg a legnagyobb szabású egyezményt, amit valaha kultúrállamok közös akarattal aláírtak. Nehány hatalmas embernek buknia kellett, néhány rendszernek végleg megszűnnie, és azoknak a szervezeteknek és intézményeknek bukása, melyeket sok ezer éven át magasra épített a kényszer és a hatalom, bizony nem történhetett dörgő és rengő falak recsegése és hatalmas porfelhő nélkül. De kiderült, hogy a világ rosszul ismerte önmagát, mikor nem tudta testét elképzelni e függelékek nélkül, s kiderült, hogy az emberek nincsen szüksége kardra amit úgy tekintett már, mint harmadik kezét. A kikötött három hónap elteltével megindultak hát a hajók és vonatok, országok belsejéből, sötét hegyek mögül, folyók szűk medrén át, megindultak a szabad tengerek felé, s lerakták a parton terhüket hegyek halmozódtak fel puskaporból, se hegyeket árkokon keresztül levezették a tenger fenekére. Hidak és mólók nyúltak a vízbe, az érkező vagonok rászaladtak a mólóra, startájaikból a puskaport egyenesen belefordították a vízbe. A gyára két hónapra felfüggesztették üzemüket, hogy fel tudják dolgozni az anyagot, szüntelenül dörögtek a vassidak, melyeken ágyúk, aknevetők, fegyverek rohantak a műhely felé, hogy ott szétszedjék és beolvasszák mindezt. A robbanó lövedékek milliárdjait heteken át szállították a vonatok, lelerakva adagonként a megelőtt pontokon, s fél év alatt ki volt robbantva az árka a világ legnagyobb csatornájának, az internacionálénak hetes. Asszonyom, bocsásson meg, hogy tegnap nem voltam lent a strandon, de azt gondoltam, hogy talán kegyet sem megy le. A tenger felől nagy felhők tűntek fel. A parkban ültem, és olvastam egész délután, és tűnődtem. Holnap, ha szép idő lesz, s ha úgy tetszik, találkozhatunk. Meszkin, Márki. Asszonyom, talán igaza van, és jobb volna, ha elutaznék. De hiszen mindegy, a világ nem oly nagy, Párizsban most vidám az élet, és jó volna ülni a páholy homályában, s hallgatni őrült muzsikát, aminek nincsen peste. Olvasom, hogy a jövő héten felelevenítik Lohengrint, amit együtt hallgattunk a télen, de csak félig, mert kifutottam a páholyból. Udvariatlan voltam, de kegyed volt az oka. A maguk lehetetlen asszonyi logikája, amivel minden gondolatot vagy érzést spontán alkalmaznak arra, akivel éppen együtt vannak. Lohengrin rettenetes fájdalma, amivel ott hagyja szerelmesét, mert az a családfája iránt érdeklődik, apropó szolgált kegyednek arra, hogy megkérdezett tőlem, ki volt az anyám, hogy milyen gyermek voltam, szőke vagy barna. Egyben megjegyezte, hogy nagyon szereti a gyermekeket. Aztán meg kombinálni is próbált, milyen lettem tíz éves koromban, még nevetett is, és azt mondta, hogy ha akkor ismer, feltétlenül megcsókolt volna. Kedves, hogy észrevette, milyen hatással volt rám ez a csacsiság akkor, és azóta nem emleget ilyesfélét. Ha megígéri, hogy jól viseli magát, én is megígérem, hogy legközelebb végighallgatjuk Loengrint Párizsban. Meszkin Márki. Asszonyom, nem tudom, miért ragaszkodik hozzá, hogy olyankor is írjak, mikor naponta beszélgethetünk. A hangulataim érdeklik kegyedet, nos, nincsen jó kedvem, amint az elmúlt este nyilván észre is vette. Nincs okom elhallgatni, hogy palló barátunk, akit különben tisztelek és becsülök, nem jó hatással van együtt létünkre. Ha a cínikus volnék, azt mondanám, hogy untat ez az ember a problémáival, rajongásával, csillogó szemeivel. Engem az ő spiritizmusa nem érdekel, ha pedig telmaizmusról beszélnek, a bőrömből szeretnék kibújni. Ostobaságnak tartom, hogy valaki ilyen komolyan vegyen valamit, amihez szükségképpen nem is érthet, és ahol csak kombinációkra nyílik alkalom. Kegyedet az én véleményem is érdekli, esküszöm, nincs véleményem. Meszkin ki vagyok, a kegyed alázatos lovagja, és nem akarok más lenni. Az egész különben nyilvánvaló ostobaság, és kijelentem, hogy a hat éves világbékét olyan átmeneti stádiumnak tartom, mint amilyen mindegyik volt eddig a történelemben. Telma kezét nem látom sehol. A leszerelés, a fegyverek beolvasztása, a puskapor elsüllyesztése, mint csupa humbuk. Biztosíthatom azokban a körökben, ahol a magamfajta ember megfordul, megbízható értesüléseket lehet szerezni. Nos, örömmel közlem Kegyeddel és Palló barátjával, hogy a fegyverkezés titokban már is megkezdődött, és vidáman folyik világszerte. Palló nagyon kedves ember, és a mániája, hogy felfedezi telma tituszt, és kicsikarja belőle a titkot nem veszedelmes. Nézetem szerint a kitűnő telmatitus nem hallgatna olyan mélyen, mint dinnye a fűben, ha nem volna az ő felfedezésének egy nagy hibája az, hogy másra át nem ruházható, és el fog pusztulni vele együtt. De minek untatjuk egymást ezekkel? A nap ragyogóan süt, és a fjordok felől rejtelmesen szép fuvallatok szállnak a levegőben. Holnap? Meszkin Márki te őrült, a hajad vörös, és a tested oly rettenetesen fehér, mint a felhő. Nem viselem el, hogy a kezed felemeled, és a ruhád visszaomlik a válladra. Fuldoklom, a torkom kiszárad. Mit tettél, te őrült? Elnyúltál a fűben, és behunytad a szemed, és két lábad csüggetten lecsüngött a parton a víz fölé, és aranycipőd alatt két vízi rózsa úszott a zöld vizen. A pukkanásig duzzat, libegő szirmak elájultak, és lelküket a vastag, nehéz illatot két elernyett térdet közé lehelték. Most elmegyek és elbúvok az erdőbe, mert őrült vagyok én is, mint te, meszkin. Szerelmem, te sírsz, és én elnémulok, és rettenetes félelem fog el, hogy nem bírom tovább, és mindent elmondok neked. Te nem tudod, honnan tértem én vissza hozzád. Hol jártam én, Istenem? Rettenetes volt elgondolni, mikor ott ültem, és a te kezedet fogtam. Iszonyú álom, amit ember még nem álmodott a földön. Te sírsz, és én reszkető kezekkel nyúlok a szemed felé. Szerelmem, ne sírj! Mit tegyek, hogy vigasztaljalak meg? Mit tegyek veled? Micsoda sejemmel takarjalak be? Miféle vízekben fürösszem minden muzsikánál szebb testedet, hogy olyan gyönyörben fürödj, amit asszony még nem ismert. Milyen legyek, hogy fellobogjon a szemed. Nem nyúlok többé hozzád, akarod. Mondd meg, milyen legyek. Elmegyek és visszajövök úgy, ahogy te akarod. Az én hajom sötét. Akarod, hogy szőke legyen. Akarod, hogy holnap eljöjjek hozzád. 16 éves szőke, ifjú lovag, aki reszkető szájjal csókolja meg a kezed. Vagy jobban szeretnéd, ha napkelet királya szállna le előtted lovár olajbarna arccal, marcna hős. Én megteszem. Rettentő izmú szerecsen atlétát akarsz-e, vagy kékszemű fríz tengerészt? Milyennek szeretnél? Én oroszlán is tudok lenni, és ha tudom, hogy leped alatt megborzong fiatal vállad, eljövök éjszaka ablakod alá, sörényen megráz a bőgök a fekete ég felé. Nem! Fekete ebb leszek inkább. Küszöbödre fekszem, és vonítok. Ott fekszem naphosszat, Megharmom a tolvajt, Aki ott settenkedik a házat körül, Hogy ellopja a könnyű illatot, Mit ki lehelsz. Szereted a madarat? Szép tollú fácán leszek, És a kezedre szállok. Saskesejű csap lefeléd az égből, Meglegyinti arcod, És felborzolja hajad. Szeremem, ne sírj, Egy szót szólj, És én mindezt megteszem. Meszkén. Asszonyom, Durván hagytam ott, azt hiszem meg is ütöttem. Csak most tudom összeszedni magam. Valami borzasztó történt velem, mikor azt mondta, hogy szeret. Ezt, ezt nem tudom magának elmagyarázni, nem is értené meg, és én nem beszélhetek. Miért nem? Miért nem hit nekem? Miért nem akarta, hogy ezerféle legyek? Miért mondta, hogy senki nem kell magának, se napkeleti király, se kékszemű ifjú, se oroszlán, se se saskesejű, hanem hogy én kellek én? csodálkozott, hogy ezen mennyire felindultam, hiszen örülnöm kellene. Nem örülök, halálos düh, kétségbeesés forr bennem. Csak ennyit, hogy tudja, maga Meszki Márkit szereti, nem engem. Én nem vagyok Meszki Márki, érti már? Meszki Márki régen meghalt, és én gyűlölöm őt, az egyetlen, akit maga szeretni tud, és még egyszer megölném őt, a nyomorútat. Asszonyom, vagy nem tudom mi, hallgass rám, Várj rám, figyelj, ne szeresd meszkin Márkit, szeres engem, te nevetsz, és azt kérded, hol vagyok hát én? Még nem tudom. Elvesztettem magam valahol én ostoba, én szerencsétlen, Berlinben valahol egy laboratóriumban, és nem tudom, hogy most hol lehetek eldobtam egy terhet, azt hittem, nincsen rá szükségem, és most vadul verem meszkin márki homlokát a falhoz, hogy megszabaduljak tőle, és megtaláljam az én testemet, megtaláljam és elhozzam neked. Nézd, ez vagyok én. Nézd az arcom, a kezem, nézd a szemem és a szájam, ugye szebb, mint meszkin márkié. Ugye elfelejted őt, és engem fog szeretni ezentúl. Utazom Berlinbe, várj rám és még egy papírszelet kúsza, őrült betűkkel, a tébolydában elpusztult meszkin már írásai közül. Az én testem, az én egyetlen testem, amit a természet kölcsön adott nekem, hogy visszaadjam, nincs meg, elveszítettem. Sok év múlva eszembe jutott, Berlinbe mentem érte, de nem tudták nekem odaadni. Felástam a temetőt, és megtaláltam maradványait. Ohat por az elbarnult csontok fölött. Undor és kétségbeesés. Hogyan vigyem el hozzá? Hogyan mutassam meg neki? Pedig ő csak a testemet tudná szeretni. A lelkem szabad és megfoghatatlan. Ez a lélek fáradt és szomorú. Ez a lélek szereti őt és hódol az ő teste előtt és megadja magát. Ez a lélek fáradt és szomorú. Elengedem őt békével, mint kisgyermek a léggömböt. Száljon szét az űrben és oszoljon fel elemeire legyen belőle fény, mely az ő hajában bujkál, legyen belőle hő, mely ajkát megcsiklandozza, legyen belőle villám, tőle egy pillanatra behunja szemét, és soha többé ne álljon össze lélek ki, mely magát énnek nevezte, és ennyiben maradjon legenda. Ezeket állítjuk lenni, mi, kik hiszünk az ezer arcú lélekben, s kiknek közössége hisz benne, hogy valamikor feltámad megint, s felfedezi előttünk titkát. Hiszünk benne, keresjük az ő nyomát, tudósok műveiben, műhelyek görebei közt, ahonnan útjára indult, s közölte velünk, hogy volt -e ember a földön, ki látta közelről a természet arcát, melyet még eltakar előlünk, de ő bizonyság reá, hogy ezt a fátyolt félrehúzhatja a halandó ember. Ha tudás és akarat még egyszer párosul majd, am az egyetlen eséllyel. Kurt József.